Bővítés a konzervgyárban. 3 milliárd forintból fejlesztik az Eko nyíregyházi gyárát. 300 kilométert úszott, Tivadarnál tették vízre, Kiskörénél vették ki a Tiszából a PET palackot. Covid kutyák, megnőtt a kutyatartók száma a koronavírus járvány kitörése óta. Állami támogatással erősítenék meg az élelmiszeripart és a konzervipart, jelentette be hétfőn az Eko nyíregyházi gyárában Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára. A szektort a következő időszakban 400 milliárd forinttal segíti a kormányzat. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A bejelentésre annak kapcsán került sor, hogy az Eko több mint 3 milliárd forintból bővítheti csemege, kukorica és zöld borsó feldolgozási kapacitását. Így a szezonban már 500 embernek adhat munkát a konzervgyár, amely termékpalettáját is tovább bővítheti a közeljövőben. Még címke nélkül konzervdobozokban a borsó és kukorica az Eko nyíregyházi gyárában. A vállalat ennek a két növénynek a feldolgozásában a legerősebb, de a különféle konzervzöldségek és gyümölcsök mellett lekvárok, befőttek, savanyúságok, mártások és szószok is készülnek itt, immár közel 60 éve. A termelés májustól nagyjából október végéig zajlik, igaz a hűtőházakból érkező terményeket ezt követően is feldolgozzák. A fejlődésre ugyanakkor van potenciál, akár új termékekkel bővítve a palettát. Hát gratulálok ebben a formában is, sokat szeretettel. A cégnek lesz lehetősége a beruházásra a Megújuló Vidék Megújuló Agrárium programban elnyert 1,6 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően. Az Eko összesen 3,2 milliárdból fejleszthet a közeljövőben. Bővíti ennek a cégnek a kapacitásait, megerősíti, gazdaságosabbá teszi a termelését, erősíteni fogja a magyar tulajdonú konzervipar hátterét, erősebb termelői, beszállítói kapcsolatokat fog építeni, tehát mindenképpen perspektívikus. Ez megítélésem szerint Nyíregyháza és térsége számára kulcsfontosságú, hogy itt a városban erősíti a gazdasági kapacitásokat, a megyében és a szűkebb és tágabb környékén pedig azt a vidéki mezőgazdasági hátteret erősíti, amely a magyar vidék megmaradása szempontjából kulcsfontosságú. A beruházással nem csak az eddigi piaci tevékenységét erősítheti meg, hanem a jövőjét is építheti a gyár, tette hozzá az államtitkár, aki a támogatói okirat hétfői átadásán kiemelte, fontos lába a hazai élelmiszeriparnak a konzervgyártás, amely az elmúlt években jelentősen fejlődött. Épp ezért a következő években is legalább 400 milliárd forintot szeretnének fordítani a szektor megsegítésére. A térség országgyűlési képviselője is az ágazat stratégia jelentőségét hangsúlyozta, ezért nem mindegy, milyen minőségű élelmiszert fogyasztunk. A komoly megyei és térségi felvevőbázissal rendelkező Eko-nak pedig ebben nagy szerepe van. Az Eko egy jelentős élelmiszeripari vállalkozás a megyében, a top 100 adatai szerint a 44. helyen áll, ugye, a megye vállalkozásai, cégei vállalatai sorában, és azt tudom önöknek mondani, hogy majdnem 8 milliárd forintos nettó árbevétele van a nyilvános adatok szerint, és ugyan szezonálisan dolgoznak itt, de éves átlagban is közel 250 munkavállaló dolgozik, és természetesen szezon idején ez akár meg is duplázódhat. A támogatás elismerés, bizalom és ösztönzés is egyben, emelte ki a cég tulajdonosi körének egyik tagja, aki kifejtette, a várhatóan jövő év végéig megvalósuló beruházás mire ad lehetőséget a nyíregyházi gyárban. A beruházásainknak a legnagyobb része a csemege, kukorica és zöld borsó kapacitásunk növekedésébe fog kerülni. Ezeket a kapacitásokat a következő szezonra, a 2023-as szezonra nagyságrendileg 40-50%-kal szeretnénk megemelni. De ugyanígy szeretnénk lehetővé tenni olyan termékeknek a gyártását is, mint például gyümölcs termékek, befőtt termékek, amiket az elmúlt években azért nem tudtunk gyártani, mert minőségbiztosításban nem rendelkeztünk olyan berendezésekkel, amik a biztonságos élelmiszergyártáshoz szükségesek.
A nagymúltú vállalat emellett az energetikát is modernizálná története eddigi legnagyobb fejlesztése során, a megújuló energia minél nagyobb használatával. Ezzel az utóbbi időben meredeken emelkedő energiaáraktól is függetleníteni tudja majd magát. Kiskörénél halázták ki, tehát csak nem 300 kilométert tett meg a Tiszán az a jeladóval ellátott palack, amelyet január 7-én dobtak a vízbe a Petkupa szakemberei Tivadarnál. A kísérlet áttörést jelent az önkéntesek számára, akik folytatják a hulladék útjának elemzését. A petkalózok már a mentesítési akciókra is készülnek, a tavasz közeledtével ugyanis újabb áradásokra lehet számítani a Tiszán. Kihalászni szokta, két héttel ezelőtt azonban maga a petkalóz dobta be a petpalackot a Tiszába Tivadarnál. Nem egy hétköznapi darabról volt azonban szó, abba ugyanis egy jeladót rejtettek, amivel a hulladék mozgását tudták nyomon követni. Már az elmúlt években is próbálkoztak hasonló módszerrel, a legtöbb tapasztalatot azonban ezzel a legutóbbi kísérlettel tudták begyűjteni. A mostani alkalommal hatalmas utat tett meg a január 7-én elengedett palack, ezt Tivadarnál bocsátottuk az áradó tiszta vizébe, és egy hét leforgása alatt eljutott Kisköréig, ami körülbelül 300 kilométeres távot jelent. Úgyhogy ilyen hosszú utat világviszonylatban is ritkán, kevés alkalommal tudtak dokumentálni, mert hogy nyilvánvalóan más országokban is kutatják a folyami hulladéknak a viselkedését. A megjelölt PET palackot a kiskörei dúzasztógát terelte ki, azt a kötivizik szakemberei emelték ki a Tiszából. Egy gyors elemzés és elemcsere után ismét útjára bocsátották a vízlépcső déli, alvízi oldalán, így a kísérlet tovább folytatódik. Az önkéntesek és a vízügyi szakemberek ezekben a hetekben több energiát tudnak fordítani a hulladék mozgás feltérképezésére. A fagyos időjárás miatt ugyanis most mérsékelt a sodrás. A nagyobb mentesítési feladatok a tél végeztével kezdődnek majd. Várható, hogy márciusban az olvadások idején újabb árvíz érkezik Magyarországra is, és hát nyilván ez egy kiszámíthatatlan dolog. Nagyban múlik az esőzésektől is, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon egy gyors reagálású folyómentő csapat, hogyha kapjuk az értesítést a Felső-Tisza vidékéről, vagy a Közép-Tisza vidékéről, akkor mi is azonnal tudjunk indulni. Nagyon jó az együttműködés a két vízüggyel, és ilyenkor az általuk a vízről letermelt hulladékot mi segítünk szelektálni, ami azt jelenti, hogy elsődlegesen mi a PET palackokat próbáljuk kimenteni. A Petkupa szakemberei a különböző hulladékgazdálkodó szervek segítségével válogatják a PET palackokat, amelyeknek nagyjából felét újrahasznosítják. Megnyitott a Máté Szalkai képes kávéház. Az épület terveit Makovec Imre és Zsigmond László készítették. Az impozáns boltíves kávéházban állandó galéria is helyet kapott, ahol a Munkácsi díjas Bíró Lajos és felesége Szirpa Ihanus szobrász művészek alkotásai tekinthetők meg. Tisztelt hölgyek és urak, kedves barátaim! Sok szeretettel köszöntjük mindenkit a képes kávéházban! Kortolgassák a pezsgőt, csüvegessenek a pogácsából, hallgassák dalainkat és kezdjenek el kávéházi életet élni. Vegyék birtokba ezt a gyönyörű épületet, hiszen ezt önöknek emeltetett. És persze ne feledjék, hogy Máté Szalka a világ közepe! Hamisítatlan időutazáson vehettek részt a Máté Szalkai képes kávéházba érkezők. Megnyitott a város régóta várt kulturális színtere, melynek terveit az építész zseni Makovec Imre készítette a Máté Szalkai Pénzes Ottónak. A mester halálát követően legkedvesebb tanítványa Zsigmond László építész öntötte kivitelezésre alkalmas formába a vázlatot. Máté Szalka kapott egy gyönyörű ékszerdobozt, egy kávéházat Makovec Imrétől gyakorlatilag. Természetesen az anyagiakat a magyar kormány biztosította, és arra szolgálna ez a kávéház, hogy irodalmi, egyéb művészeti megnyilvánulások mellett egy fantasztikus találkozóhely legyen,
amelyet a város polgársága vagy a vendégek nap mint nap tudnak használni. Az impozáns boltíves tér az épület legnagyobb helyisége, a galéria rész pedig állandó kiállítás helyszíne is egyben. Azon túlmenően, hogy vendégeket fogad a kávéház, és különböző előadó művészeti produkciókban gyönyörködhet, ebben a kávéházban egy állandó galéria is található. A Máté Szalkai lakos, Munkácsi Díjas, Bíró Lajos szobrászművész és kedves felesége, Ihanus Szirpa szobrászművész és képzőművésznek a munkái, amelyek olyan nagyot emelnek a kávéház szellemi értékén, ami az én életemben is példátlan. Tehát egészen rendkívüli, hogy miközben egy finom kávét fogyasztok, gyönyörködhetek olyan képzőművészeti csodákban, mint amelyeket itt találhat az ember. A képes kávéház történetéről a tervek szerint kiadvány is készül. Az épület tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője pedig a Máté Szalkai Szentpéteri Zsigmond Művelődési Központ és Színház. Jelentősen megnőtt a kutyatartók száma Magyarországon a koronavírus járvány kezdete óta, állítja egy friss kutatás. A növekedésből azonban a menhelyek mit sem tapasztaltak, a tulajdonosok jellemzően nem ezekről a helyekről szerezték be a négylábúakat. Az továbbra is probléma, hogy vásárlás vagy örökbefogadás előtt sokan nem mérik fel az ebek szükségleteit. Különböző fajtájú, méretű és színű kutyák várják a nyíregyházi állatotthonban, hogy valaki hazavigye őket. Ide az egyre több háztartásban tartanak kutyát. Egy nemrég készített felmérés eredményei alapján, míg 2018-ban 36, tavaly már 50% volt az arányuk. Az Állatorvostudományi Egyetem kutatása szerint a gazdás kutyák száma 2,8 millió felett van. A megyék rangsorában Szabolcs-Szatmárberek különösen elől helyezkedik el. A legtöbbeknek egy kutyájuk van, az ebb tartók pedig nagyobb arányban nők, és kiemelkednek közülük a 60 év felettiek. Kíváncsiak voltunk, a menhelyen is tapasztalták-e a fellendülést, de épp az ellenkezőjéről számoltak be, egyre inkább visszaesik az örökbefogadási kedv, még ha ez a járványhelyzet kezdetén nem is így volt. Az elején volt egy kis fellendülés, amikor ugye a karantén helyzet kialakult, hirtelen mindenkinek nagyon sok lett a szabad ideje, nagyon sokat volt otthon, és ezért jelezték, hogy szeretnének kutyát örökbefogadni, illetve volt, aki kifejezetten úgy szeretett volna, hogy csak a karantén idejére. Ezt viszont nyilván nem támogattuk. Sajnos elég meredeken zuhan, nem csak nálunk Szabolcs megyében, hanem országos szinten is kapcsolatban vagyunk több állatvédő szervezettel, és mindenki hasonlókról számol be. A kutatás eredménye egyébként meglepett minket, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy ezek inkább vásárolt kutyák, vagy akár szaporítótól, vagy jobb esetben tenyésztőtől beszerzett kutyák, viszont a menhelyek örökbefogadása az meredeken zuhan sajnos. Azt mondjuk, a felmérés is megállapította, hogy viszonylag kevés a menhelyekről, gyepmesteri telepekről örökbefogadott ebek aránya. A gazdák nagy része nem egy átgondolt kiválasztási folyamat révén jutott négylábújához, hanem ismerőstől fogadta be, ajándékba kapta, az utcáról fogadta be, vagy örökölte. A nyíregyházi menhelyen komolyan felmérik az örökbefogadni akarók szándékait, körülményeit, ez alapján pedig megválogatják, kinek adnak örökbe. A jelentkezők mintegy 30-40%-a így fenn is akad a rostán. Azt tapasztalják, a komoly örökbefogadási szándékkal rendelkezők többsége tisztában van a szabályokkal, saját felelősségükkel és kötelezettségeikkel. A jogi változások, szigorítások nyomon követése is fontos. Nagyon sok olyan dolognak kell megfelelni, aminek eddig nem. Értem ez alatt például, hogy a láncontartás január 1-től szigorúan tilos, kivéve speciális eseteket, például gyógykezelés idejére, mondjuk egy oltás idejére. Ez ugye eddig nem volt törvénybe foglalva ennyire határozottan, illetve szabályozva vannak egyéb tartási körülmények is. Például egy 100 négyzetméteres udvaron nem tarthat senki mondjuk 30 kutyát. Ez nyilván az állatok szempontjából, mi szempontunkból is elég jó előrelépésnek mondható, viszont azt gondolom, hogy igencsak le vagyunk maradva, főleg még megyei szinten, illetve a környező megyékben, és nagyon-nagyon sok állatnak kéne még extra segítség. A kutatás arra is rámutatott, hogy sokan véletlenszerűen jutnak a kutyájukhoz, nem mérik fel annak valós igényeit, ami később ember és állatvédelmi problémák forrása lehet. A hányebb ugyanis annyi féle igény,
Az állatbarát alapítvány látogatói körében egyébként a kisebb termetű, fiatalabb kutyák a legnépszerűbbek, közülük is főleg a fiatalabbak, világos színűek és bundásabbak. A nagyobb emek kevésbé vonzóak, a kicsiket viszont csak benti tartásra ajánlják. Felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot kér az ügyészség arra a férfire, aki tavaly májusban dűből vészfékezett Nyíregyházán. Az bosszantotta fel, hogy előtte túl lassan haladt egy autós a Kálói úton, majd körülményesen a felező vonalnál megállva fordult le a Pásztor utcára. A vádlott ezt megelégelte és követte a sértettet a Pásztor utcára, ahol a Keskeny úton megelőzte, majd úgy vágott be elé, hogy az úttesten keresztben állt meg. Az ütközést a sértett csak úgy tudta elkerülni, hogy vészfékezett. A sértett utasa a fejét a szélvédőbe ütötte, de szerencsére nem sérült meg. Ebben az ügyben a vádlott tagadta a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség közúti veszélyeztetés büntettével vádolja, az vele szemben fennálló bizonyítékok alapján. Vádiratában azt indítványozta, hogy végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést, emellett pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást is szabjon ki a bíróság. Az ügyészség a hasonló esetekben nagyon szigorúan kívánt fellépni, ugyanis az utóbbi időben az ilyen és ehhez hasonló közúti magatartások rendkívüli mértékben elszaporodtak, mely a közlekedés biztonságát veszélyeztetik. Az edzőtábort követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. A Spari 3 mérkőzést játszott Törökországban, a csapat mérlege egy döntetlen és két vereség. A tavaszi szezon nyitányán vasárnap a sereghajtó Tisza Kécskét fogadja Feckó Tamás együttese. A törökországi tavaszból a magyarországi télbe érkezett haza a Nyíregyháza Spartacus, amely 10 napot töltött az edzőtáborban. 8-10 fokban füves pályán készülhetett a csapat napi 2 edzéssel. Volt, aki betegség vagy sérülés miatt nem tudott elutazni, ott volt viszont a több év szünet után visszatérő Gengelicki Gergő, míg az elmúlt héten szerződtetett rutinos kapus Nagy Sándor már idehaza csatlakozott a kerethez. Törökországban 3 felkészülési meccset is játszott a Spari, egy koszovói és egy üzbég első osztályú, valamint egy orosz másodosztályú csapat ellen lépett pályára Feckó Tamás együttese. Nagyon hasznosak voltak, hiszen nagyon erős csapatok ellen játszottunk, hiszen a koszovói bajnoki címért küzdő csapat ellen, valamint a orosz másodosztályban a feljutásért küzdő társaságen, és saját bőrünkön tapasztalhattuk azt, hogy mennyivel gyorsabb a külföldi foci, valamint azt, hogy ugye azért csak komoly első osztályú csapatok, hogy tényleg miben kell fejlődnünk. Ugye nagyon sok fiatal volt velünk az edzőtáborban, nekik volt a legjobb tanulási folyamat, hiszen látták azt, hogy egy nemzetközi mérkőzésen milyen ritmus van, milyen agresszív az ellenfél, és tényleg, hogy milyen más sebességfokozattal játszik. A csapatkapitány Papucsek Barna szerint nem csak az időjárási körülmények miatt volt hasznos az edzőtábor. Jót is tett, én azt gondolom a társaságnak, hogy kint eltöltöttünk 10 napot. Szerintem össze is kovácsolódott még jobban a társaság, és szerintem még taktikailag is érettebbek lettünk. Vasárnap rajtol a tavaszi szezon az NB2-ben, a tabellán jelenleg 9. Nyíregyháza a sereghajtó Tisza Kécskét fogadja Balmazújvárosban. A pálya talaja fogja meghatározni azt a játékképét, hiszen amire készülünk, hogy ezen a fagyott talajon folyamatos játék nem nagyon fog tudni kialakulni, inkább a küzdés és a agresszivitás fog dominálni. Én azt mondom, hogy nagyon párharcerősnek kell lenni ahhoz, hogy ahogy tervezzük, 3 ponttal tudjuk elkezdeni az évet. A 21. forduló további párosítása a következő: Siófok Ajka, Soroksár Kecskemét, Szolnok Budaörs, PMSC Szentlőrinc, Eto FC Szombathely, Békés Csaba Dorog, 3. kerületi TV-je Szeged, Csákvár Budafok és Vasas DVTK. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Összesen több mint 3 milliárd forintból bővítheti csemege, kukorica és zöld borsó feldolgozási kapacitását a nyíregyházi székhelyű ECO, emellett a gyümölcs feldolgozás terén is előre lépnének a következő hónapokban. A megnövekedett kapacitással a szezonban már 500 embernek adhat munkát a konzervgyár, amely termékpalettáját is tovább bővítheti a közeljövőben. Kiskörénél halázták ki, tehát csak nem 300 kilométert tett meg a Tiszán az a jeladóval ellátott palack, amelyet január 7-én dobtak a vízbe a PET kupa szakemberei Tivadarnál.
A kísérlet áttörést jelent az önkéntesek számára, akik folytatják a hulladék útjának elemzését. A PET kalózok már a mentesítési akciókra is készülnek, a tavasz közelettével ugyanis újabb áradásukra lehet számítani a Tiszán. Jelentősen megnőtt a kutyatartók száma Magyarországon a koronavírus járvány kezdete óta, állítja egy friss kutatás. A növekedésből azonban a menhelyek mit sem tapasztaltak, a tulajdonosok jellemzően nem ezekről a helyekről szerezték be a négylábúakat. Az továbbra is probléma, hogy vásárlás vagy örökbefogadás előtt sokan nem mérik fel az ebek szükségleteit. Január 25-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Szerda este ismét beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Számítunk akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra! Kedd este borult hideg idő várható, a hajnali órákban havazásra is lehet számítani, éjszaka -4 és -2 fok közötti hőmérséklet valószínű. Szerdán napközben marad a borult hideg idő, -5 és 0 fok közötti hőmérséklet várható. Fagyos hideg időre kell számítani egész héten, az előrejelzések szerint szombaton nagyobb mennyiségű hó eshet a megye egyes területein.